Lánytestvére vágyik Olá Gergő kislánya, Gergő kisfiát és kislányát, a Vigyázz a gyerekkel vagyok adásában arról kérdezték, hogy mire vágynak a legjobban, és bizony kell a lánytestvért szeretne. Arról, hogy lesz a negyedik gyerek a családban, Olá Gergőt kérdezzük a Vigyázz a gyerekkel vagyok részlete után. Mire vágyik nagyon, Carla? Ez az első kérdés. Egy virágos medálra. Egy étteremre. Vagy egy lánytesóra. Na hát vajon mi az, amire igazán vágyik, Carla? Mind a három? Azt mondja Gergő, hogy mind a három. Hát egyet kellene megjelölni, hogy a legjobban melyikre vágyik ezek közül. Apa már jelölt egyet. Apa. Sajnos nem helyes a válasz, mert egy lánytesóra. Az a helyzet, hogy kicsit kiegyenlítetlen most a nemek aránya, mert hogy ugye egy lány van és két fiú, mármint a gyerekeket, ha tekintjük, és Carla nagyon szeretnél ugye egy hugicát ezek szerint. Minden esetre sajnos pontot ezért nem tudok adni, de semmi gond, még van három kérdés. Vendégünk a stúdióban Olá Gergő és kislánya Carla, valamint kisfia Denis. Jó reggelt! Illetve hát Denis nincs. Illetve hát Denis nem jött el. Nem jött be. Sziasztok! Sziasztok! Hogy érezted magad, Carla? A forgatáson? Jól. Nem izgultál? Nem. Nem, jaj, de jó. Apától vetted, de neki színpadi rutinja van, hogy nem izgul. Vagy lehet, hogy apa jobban izgult, igaz, Gergő? Valószínűleg egyébként jobban izgultam. Én izgulós vagyok, ilyen műsorokban is, vagy bármilyen szereplés esetén izgulok. De ők is egyébként, de nagyon büszke voltam rájuk, mert úgymond magukhoz képest itt nagyon bátrak voltak, úgyhogy ez jól sikerült. Ugye azt nyilatkoztad, hogy minden egyes gyerek születésénél egyre komolyabbnak érzed magad, és komolyabbá válsz. Ez miért van? Hát minden egyes gyerek születése szerintem kell, hogy okozzon valamit egy ember személyiségében, egy ember életében, és nálam ez mindig így van, hogy mindig egy picit így észbe kapok, mint hogyha így kapnék még egy pofont, hogy na, akkor most még erősebben, még keményebben mindent. Egyre több felelősség, gondolom. Egyre nagyobb egyre felelősség, amit én szívesen viselem ezt a felelősséget. Na és teljesülni fog a kívánsága? Ja, hogy lánytesó? Uh-huh. Hát most még biztos, hogy nem. De egyébként mi nem zárkózunk el, tehát mi szeretjük a nagy családot. De biztos vagyok benne, hogy most egy nagyon-nagyon jó ideig nem, vagy akár teljesen nem, de meglátjuk. De ez jó, milyen Isten szép gondolat, azért négy gyerek, persze. Az nagyon, nagyon szép teljesítmény, főleg anyától is egyébként. Persze, főleg tőle. Hogy vannak egymással? Nagyon jól viselik egymást, úgymond. Ugye van egy darab fiú, kettő fiú van, na már nem is tudom, hányan vagytok. Kettő fiú van, és ő a kislány, és ő egy pótanya Nikinek, mert ő mindenbe segít Nolennek, ugye. Miben szoktál segíteni? Anyának segítesz? Igen. De mit szoktatok csinálni együtt? Úgyhogy segíteni Nolennek, bepelusozni. Etetni. Azt nem szokta. Azt bepelusozni nem? Pont nem szoktad. Na, hát hozni a pelenkát, a törlőkendőt, ugye? Etetni is szoktad. Fogni az öletbe. Na, válaszolok. Ja. Sem, most meg vagy illetődve. Ennél persze. Azért többet beszéltél, ahogy ez a gyerekkel vagyokban, ugye? Ugye csak volt valami olyan, amit megbeszéltetek előtt, hogy nem fogtok róla beszélni, mert ez egy gyerekek pont abban a korban, amiben Carla meg Denis is van, szóval azért meglehetősen közlékenyek, és itt egy pár sztár belefutott egy-két olyan erős mondatba, hogy feltételezem, hogy te is úgy mentél a forgatásra, hogy húha, kiderülhetnek dolgok. Igen, egyébként izgultam, hogy hát ugye gyerekek izgulnak, és valami olyat mondanak, de egyébként volt is olyan, de hála Istennek ilyen ciki dolgot nem mondtak. Olyan volt ugye, hogy miben béna apa, ugye? És akkor ők a focit mondták, amiben egyébként nem vagyok béna, nagyon is szeretek focizni. Én például a barkácsolást mondtam, ők pedig a focit, és ezt utána megbeszéltük, hogy az azért van a fociba, mert én beengedem a gólt nekik, hogy ők nyerjenek. És ők ez miatt és azt gondolják, hogy béna vagyok. Azért nagyon sokat dolgozol, megszerepelsz az utóbbi időben. Mennyi időt tudsz a gyerekekkel tölteni? Hát többé-kevésbé szerintem így meg vagyunk, szeretnék többet, de mindig szakítok rájuk időt, és mindig van egy ilyen hosszú folyamat, amikor nagyon sok maró van, most főleg, már most stúdiózunk nagyon sokat,
És, de mindig van ilyen egy-két nap, amikor semmi nincs, akkor viszont csak velük vagyok, és akkor bepótolunk mindent. És akkor nem a távirányító van a kezedben, és nem a sapka fejeden, mint hogy egyébként távirányító függő meg sapkamániás vagy, ez is kiderült, hanem akkor a gyerekekkel vagy. Akkor a gyerekekkel vagyok, igen. A távirányító az mindig este jön. És ezt te birtoklod? Nem adod át senkinek? Hát azon szokott veszekedés lenni este, hogy most ki, mert én hangosabbra veszem, ki mindig lejjebb, hogy a gyerekek ne ébredjenek fel. De így ez megegyezünk mindig benne. És kiderült számodra olyan dolog, ha nem is a műsorban, hanem a műsor végére, hogy ezért a gyerekek tökéletes szűrők, pontosan látlak benneteket. Amikor én voltam ebben a műsorban, rácsodálkoztam arra, hogy az én fiam milyen dolgokat vesz észre rajtam, vagy bennem, amiről nem gondoltam, hogy az látszik, vagy hogy ezt a gyerekek leveszik. Nagyon erős az érzékelőjük. Nagyon, nagyon. Hát náluk őszintébb szerintem nincsen így az ember életében. Ők tényleg az őszintét és az igazat mondják el, hogyha az ember kérdezi, és nincs mögötte semmilyen hátsó szándék, hanem tényleg a frankót mondják. Ők is ilyenek. Itt ebben a műsorban tényleg, ahogy mondta, én izgultam is, hogy nehogy befutson a műsor, mert akkor ők nem fognak megszólalni, ezért izgultam inkább, de tényleg ügyesek voltak. Mert hogyha új környezetbe kerülnek, akkor izgulnak, meg így egy picit megszeppennek, de Karla már így kezd belejönni a dologba. Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Ma este a TV2-n 20:50-től Vigyázz a gyerekkel vagyok. Többek között Olá Gergőjékkel is. Köszönjük szépen. Sziasztok.